Hegedűn, cimbalmon, valamint Nagybőgőn is játszottak a Góbé zenekar tagjai, akik már visszatérő vendégnek számítanak Kiskanizsán. Legutóbb tavaly decemberben adtak teltházas koncertet a Városrész Művelődési Központjában. Igazából próbáltunk színesen összeállítani a Kárpát-medencéből egy olyan műsort, hogy mindenféle tájegységről muzsikáljunk egy kicsit, úgyhogy terítékre került például Felső-Magyarország, Felvidék is, és Erdélynek a különböző területei, illetve nemzetiségileg is válogattunk, mert Erdélybe megragadtuk egy picit a magyar és a román zenei anyagot is. Az egyórás koncertet táncház követte, melyhez a zenét a Góbé zenekar szolgáltatta. A Góbé zenekar marad velünk továbbra is, ők muzsikálnak nekünk, és most kötetlen formában táncolni lehet, aki tud, az magától beállhat és táncolhat ezekre a zenékre, aki nem tud, azoknak pedig tanítani fogjuk ezeket a táncokat, és akkor ők is be tudnak kapcsolódni ezekbe a folyamatokba. A koncert számos résztvevője bekapcsolódott a vidámulatozásba.